sorakoznak a patika polcain a különféle D-vitamin készítmények. Nagy a választék, és most hiány sincs belőlük, szemben az egy évvel korábbi helyzettel. A koronavírus járvány hazai terjedésének kezdetén gyorsan elkapkodták a vásárlók. A kereslet azóta is nagy az ilyen termékek iránt. A D-vitamin pótlására szüksége is van szervezetünknek a téli időszakban. Ilyenkor napfény hiány kiürülnek szervezetünkből a korábban elraktározott készletek. Noha a napokban már gyakrabban van derűs időnk, nem érdemes még leállni a szedésével. A szakemberek szerint október elejétől március végéig érdemes pótolni. Az, hogy kinek mennyire van belőle szüksége, sok mindentől függ. Életkortól mindenképpen, ugye csecsemőknél alapvetően is már születés után elkezdik adagolni csepp formájában a D-vitamint. Gyermekeknek, felnőtteknek más-más mennyiségre van szükségük, illetve felnőtt korban is a nőknek, férfiaknak, akár a várandósaknak mind-mind más a D-vitamin szükséglete. Szervezetünk számára létfontosságú ez a vitamin, hiányában betegség alakul ki, ezt hívták régen angolkornak. A megfelelő csontozat kialakulása és fenntartása mellett a D-vitamin az immunrendszer védelméhez, az egészséges szervezethez is hozzájárul. Nekem nagyon sokat segített, én külön próbálok szedni különböző vitaminokat, tehát nem multivitamin szedek, hanem különböző külön C-vitamin, D-vitamin, cink, és úgy hallottam, hogy ez így összességében nagyon-nagyon jó. Amikor én ezt elkezdtem szedni, sokat olvastam utána, és egyszerre vásároltam meg mindent, és egyszerre kezdtem el szedni. És nagyon jó hatással volt a szervezetemre, sokkal kevesebbet voltam beteges, kevésbé kaptam el ezeket a vírusokat. Egy érdekes dologra világított rá az Ipsos nemrég végzett kutatása, ez szerint a magyarok nagy része hisz abban, hogy egy D-vitamin bevitellen csökkenthető a súlyos koronavírusos tünetek kockázata. Mint a grafikonon is látszik, jócskán megelőzzük a globális átlagot, sőt az élen állunk ebben. Sokan viszik ki mondottan emiatt, hiszen ezt lehet hallani a médiából is, és van valóságtartalma a dolognak. A D-vitamin alapvetően egy ilyen immunmodulást, immunrendszer erősítő vitamin. Nem csak a Covid-dal szemben teszi ellenállóbbá a szervezetet, hanem minden megfázásos, influenza-szerű tünetekkel járó betegségekkel szemben is jobban ellenáll a szervezet. A világ lakossága inkább a rendszeres testmozgásban bízik, ezzel próbálja megelőzni a betegséget. Ezzel szemben nálunk jóval kevesebben hisznek az edzés és a sport jótékony hatásaiban a COVID-19 ellen.